ehhez képest változtatva azon, hiszen kordonbontásra készültünk. Éppen ezért az mindenképp büszkeséggel tölt el minket, hogy legerősebb és egyben első ellenzéki pártként már azt sikerült megakadályozni, hogy egyáltalán fénykordonokra zárják be a Kossuth teret. Ezt korábban egyetlen egy párt sem elérni, hogy ez mindenképpen pozitív. Ugyanakkor van abban némi sunyiság a kormány részéről, hogy gyakorlatilag élőerős női kormányt biztosít, hogyha egyetlen, hogy amennyire innen látom a Kossuth teret, hogyha a rendőrök, akiket nem tudunk, hogy milyen parancsal és milyen felhatalmazással vannak jelen, de hogyha az a cél, hogy a rendet fenntartsák a nap folyamán, akkor az teljesen rendben van. Ha azonban az a cél, hogy ők helyettesítsék,